Köszöntötte versenyzőit a Spartacus Torna Klub, volt mit ünnepelni az évzáró gálán. Az egyesület ugyanis eredményes esztendőt tudhat a háta mögött. 88 érmet szereztek, és nem csak idehaza, hanem külföldön is remekül szerepeltek. Bulgáriában, Csehországban és Szlovákiában is volt dobogósuk. Az elmúlt 3 év legsikeresebb esztendőjén vagyunk túl. 2019-ben volt az első versenyévünk, azt követte a 2020-as pandémiás időszak, amikor mindösszesen 2 verseny került megrendezésre, és a jelenlévő pandémia ellenére teljes szezon zárhatott az aerobik sportág, és a Spartacus Torna Klub életében ez volt a valaha volt legjobb eredmény. Elnyertük a Magyar Torna Szövetség legtöbb versenyzőt indító egyesületének járó 2. helyezést is. Úgyhogy ez jó volt összességében. Az évzáron egy kis összefoglaló filmet is vetítettek, illetve elbúcsúztatták azokat a sportolókat, akik tanulmányaik miatt befejezik pályafutásukat. Meg annyi siker és emlék köti őket a klubhoz, ahová szeretettel várják vissza őket a jövőben is. Ezek a lányok 3 éven keresztül a Spartacusnak a alapjai voltak, mert ők még a másik klubnál kezdték, Kriszta néni gyerekkoruktól ismeri az összes gyermeket. És hát egy csoda volt velük edzeni. Most az, hogy iskolai, meg családi dolgok, vagy problémák miatt ők most úgy döntöttek, hogy abba hagyják, attól nem mennek el tőlünk, mert nyitva áll az ajtó előttük mindig. Bármikor edzeni, beszélgetni, jól érezni magukat, visszajöhet mindegyik. A fő cél jövőre az, hogy nemzetközi szinten még eredményesebb legyen a csapat. Az edzők abban is bíznak, hogy néhány fiatal már a világbajnokságon is megmutathatja tudását. A mostani 88 érmet pedig szeretnék túlszárnyalni, és 100 fölötti eredménnyel zárni a következő esztendőt.